Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, és természetesen szeretettel. Advent idejét éljük, és ezzel a műsorunkkal ajándékot is szeretnénk önöknek átadni, de olyat, amelyen el kell gondolkodni. Nagyon tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár asszonyt, aki ezt kemény 4 esztendőn keresztül olyan szinten képviselte, hol a szakma, hol a sajtó valamilyen előjellel mindig megkereste. De ugyanakkor, ami ebben a legfontosabb, a nevelés és az oktatás kérdése. Olyan reformokat, olyan terveket hozott ön tető alá, ami a köznevelés értékrendjét és értékeit határozta meg. Mai műsorunknak is ez a címe, kibővítve egy igazi ajándékkal. Éppen a napokban jelent meg, mérföldkő után mit miért a köznevelés megújítása 2010-2014 között. Kedves nézőink, Hoffmann Rózsa vallomáskötete. Vallomáskötete a szakmáról, a szakmát képviselő emberről, és a húsvéremberről, aki édesanyja is. Tisztelettel köszöntöm. Hogy is volt ez a 4 év? Elrepült. Nagyon gyorsan, legalábbis, hogyha így visszanézek utána, amíg benne voltam, addig azért voltak lassan múló percek és lassan múló órák, rengeteg munka, sok öröm, küzdelem is, de végül is az öröm dominált, mert mindazt, amit a 4 év kezdetekor 2010 májusában, júniusában elhatároztunk munkatársaimmal együtt, azt sikerült megcsinálni 4 év alatt. Úgyhogy erre nagyon jó visszagondolni. Az oktatásügy, a nevelésügy, az iskolaügy az olyan, hogy sosem lehet befejezni, mindig folytatódik, hiszen jönnek, hála Istennek, az újabb gyerekek, bár minél több jönne. És az idők is változnak, ami miatt az iskolai technikákat, a pedagógiai kultúrát, a módszereket is változtatni kell. Ez így van évezredek óta, és így folytatódik. Én azt hiszem, hogy a dolgomat elvégeztem, nem fejeztem be, hiszen folytatom országgyűlési képviselőként, oktatáspolitikusként és sok egyéb terület gondozójaként a parlamentben. Figyelek arra, hogy mi történik az iskolák világában, és ahol tudom, ott segítem a folyamatok továbbvitelét. Engedje meg még, hogy reagáljak egy gondolatára. Azt mondta, hogy a sajtó ilyen vagy olyan előjellel sokszor megkeresett. Hát ebben pont ez a problémám, az előjel. Miközben ez volt az egyik legnehezebb feladat az államtitkárság alatt, hogy előjellel kerestek meg. Én azt szerettem volna, és változatlan azt szeretném, hogy a sajtó az objektívan keresse meg az interjú alanyait, legyen kíváncsi arra, hogy ők mit akarnak mondani, és ne prejudikáljon. Hát sok ilyenben volt részem, ezek nem voltak kellemes élmények, de valamilyen módon megtanultam ezeket is kezelni. Hihetetlen precizitással nyúlt a pedagógus életpálya. Kezelésén belül a pedagógus képzéshez, a tananyagok minőségéhez, a keresztény értékrend, mint egy univerzum felidézésével. Egy óriási űrt kellett ebben az utóbbiban is pótolnia. Hogy érzi, mennyire sikerült ezt útjára engedni? Van-e már valamilyen visszajelzés, hogy ez miért fontos, és hogyan értékeli e mentalitással működő tanárkollega, és főleg ugye akiket tanítunk? A generációk. Én köszönöm ezt a kifejezést a kérdésében, hogy sikerült útjára engedni, és nem azt kérdezte, hogy sikerült megvalósítani. Ez mutatja a kérdezőnek a szakértelmét, hiszen a nevelésben abszurdum ilyet feltételezni, hogy elindul egy újfajta szemlélet, egy új törekvés, és annak learatjuk az eredményeit 1-2 vagy akár 4 év múlva. De teljesen jogos a kérdés, mert a megelőző évtizedekben azt mondhatom, éppen talán itt volt óriási nagy hiány, hogy a nevelés szót sem értették már az emberek, sokszor a szakma képviselői sem,
és mint valami idegen dologtól, vagy valami félnivaló dologtól, úgy távol tartották magukat tőle. Az iskola világában vannak mérhető és vannak mérhetetlen dolgok. Az, hogy hogy tudja egy gyerek a matematikát, vagy az idegen nyelvet, mennyire tud önállóan fizikai kísérletet végezni, vagy hogyan sportol, az mérhető, az számon kérhető. De hogy a nevelő munkának milyen a hatása, az mérhetetlen. Azaz nem lehet megfogni, hiszen az ember soha nem lesz készen. Amikor kimegy az iskolából 14 vagy 18 éves korában, valamit sejthetünk abból, hogy a nevelésünk, azaz a teljes személyiség formálásunk, hogy hatott rá. Milyen ember kezdeményé vált ifjú korának a végére. De nincs készen. Kimegy, ahogy mondják, az életbe, munkát vállal, családot alapít, és a külső hatásokra és a belső késztetésére állandóan változik. Most akkor eredményes a nevelő munka, hogyha olyan alapokat tudtunk nála megerősíteni, amelyeket nem veszít el egész életében. Ezért bizony a nevelő munkához óriási nagy optimizmus, bizalom és remény kell, hogy az a mag, amit elvetettünk, az nem sziklás talajba hullott, hogy egy kicsit utaljak egy bibliai képre, hanem termőföldbe hullott, és hogyha folytogatják is majd időről időre a gyomnövények, azért megkapta azt az alapot, amiből tovább tud táplálkozni, és kellő időben fog csapadékot is kapni, hogy felnőjön. Ezt egy pedagógus úgy éli meg, hogy mennyire volt sikeres, hogy mondjuk egy 10 éves osztálytalálkozóra, ha elmegy, és ott szembesül azzal, hogy a volt tanítványaiból mi lett, hogyan gondolkodnak a világról, hogyan vezetik az ő életüket, ha abban sok olyan gondolat, érték visszaköszön, amit ő képviselt a gyerekek felé, akkor boldog lehet, hogy nem hiába tevékenykedett. Ha semmi nem köszön vissza abból, amit ő közvetített, akkor talán neki is el kell gondolkodnia arról, hogy jól végezte a dolgát, mert visszaköszön. A legtöbbször visszaköszön, hiszen az iskola rendszerben magának a pedagógiának van 12 éve, most már 15 éve lesz, hiszen az óvoda is elkezdődik 3 éves kortól. Évről évre rengeteg órán, tanórán kívüli foglalkozáson, kiránduláson, délutáni, esti beszélgetésen találkozik az osztályfőnök és minden tanár a gyerekekkel, és azok az együttlétek, azok hatnak a gyerekre. Hadd mondjam még el, hogy számtalan olyan élmény ért már engem azután, hogy a közoktatásból kiléptem, hiszen ott eltöltöttem 2 évtizedet, hogy nem is gondoltam volna, hogy valamikori mondataim, szavaim egyik-másik gyerekben megmaradtak, és felnőtt korban is visszaköszönnek. Na, ez az igazi boldogság, és ez adja ennek a hivatásnak azt a szépségét, amely miatt a legtöbb pedagógus, aki vallja azt, hogy a pedagógiának szenteli a hivatali életét, megmarad ezen a pályán, akkor is, ha vannak esetleg számára nem tetsző dolgok, ezeket le tudja magáról pergetni, mert a dolognak a lényege az, ami az iskolában vagy az iskolán kívül a gyerekekkel és a gyerekek körül történik. Önből annak az embernek a portréja köszön, aki valóban az iskola padok mellett töltötte le életének jelentős részét, az ott kapott tapasztalatok, impulzusok, bármilyen előjelűek élnek a döntésekben, a meghozott és a korábban ugye meghozatandó döntésekben. De ott az embernek megjelenik annak a gyereknek az arca, és aki ránéz éppen, hogy valamit miért nem ért, és egy további magyarázatra szorul. Benne van az igény annak a fiatalnak, hogy maradj velem, még ne haladj tovább, mert szükségem van a fizikai jelenlétedre, mert valamit nem kapok meg otthon. Tele van ez a pálya pszichológiai csapdákkal és rubikonokkal, amit nem lehet úgy leírni egy új oktatási törvényben, egy rendszerben, hogy ennek az emocionális hatását szavakkal tudjuk igazából visszaadni. Önnek nagyon nehéz dolga lehetett
ebben a munkacsoporttal együtt is, de a végső megfogalmazásban ezt az emocionalitást, ezzel birkózva megfelelő fogalmakat találni, hogy aki nem ezt élte, hanem mondjuk fizetett riporter, vagy esetleg elfelejtett, hogy tanuló is volt, és a többi, ilyen oldalról megfelelően tudja kezelni a proklamálását. Talán ez is egyik oka lehetett a sok között, hogy nem megfelelő kérdéseket újra kellett fogalmazni, és majdhogy nem, egy el nem kérdezett kérdésre válaszolni. Azonban hogyan is alakult ki ez a csodálatos munkacsapat, akinek a segítségével és egy közös, nagyon közös, hogy ön megfogalmazta egy nagyon szép személyes tolmácsolásnál, éppen a Széchenyi Társaság elnökségi közössége hívta önt meg, hogy itt nem voltak rangok, hanem egymás mellé rendelt emberek egy ügyért, hogy abból a nebulóból gondolkodni tudó, és nem csak mechanikus, hanem alkotó ember legyen. Ez hogy sikerült így össze? Két vonulat is volt a kérdésben, mind a kettőre reagálnék. Köszönöm az első szépen. Az, hogy ezt a gyerekcentrikusságot, vagy emocionális oldalt, hogy lehetett átvinni a törvénykezésbe. Ez nem könnyű dolog, mert államtitkárként és a törvényalkotás vezetőjeként természetesen nem csak a gyerek lelki világára kellett koncentrálnom, hanem a pedagógusok hozzáállására, a szülők viszonyulására, a rendszer működésére, a pénzügyekre, a jogszabályoknak való megfelelésre, és a sok-sok értetlenségre is, ami természetes, hiszen a pedagógia is egy tudomány, más oldalról egy praktikus szakma, nem várható el, hogy mindenki olyan mélységben ismerje, mint azok, akik művelik a gyakorlatban vagy az elméletben. De azt bizton állíthatom, hogy soha egy percen nem feledkeztem meg arról, hogy miért van, vagy kiért van ez az egész, kiért alkotunk törvényt, azért, hogy a gyerekeknek lehetőség szerint mindent megadjunk, hogy olyan indítatást kapjanak az óvodában, iskolában, kollégiumban, hogy teljes emberi életet tudjanak élni, hogy ki tudják önmagukat teljesíteni, önmaguk és a közösség javára. Ez a cél nagyon határozottan ott volt mindig a szemem előtt. A másik a csapatra vonatkozott. Nem volt tudatos, de így visszatekintve a pályafutásomra talán véletlen sem volt, hanem rendeltetésszerű, hogy a 80-as évek közepétől kezdtem foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyek akaratlanul, később szándékosan érintették az egész oktatási rendszert. És amikor a rendszerváltoztatásnak a hajnalán jártunk, én már akkor megszerveztem, ha úgy tetszik, egy munkacsoportot, létrehoztunk egy egyesületet, azzal a akkor igenis nagyra vágyó céllal, hogy az oktatási rendszer egészéhez a gyakorlati szakma oldaláról tudjunk hozzászólni. Ezt tettük is elég sokáig, ennek a kis társaságnak az volt a neve, hogy Független Pedagógus Fórum, akkor ez nagyon felkapott szó volt. Szerintem az egyik legnagyobb eredményünk az, hogy megalkottunk egy szakmai pedagógus etikai kódexet, amely mindmáig él, elég sok helyen használják. Remélem, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar majd felhasználja ezt, mint előzményt, hiszen egy jól működő rendszer volt. Na, ettől kezdve nagyon sok olyan munkába kezdtem, amit én minden csapatmunkában kezdtem elvégezni, ezeket nem akarom felsorolni, és mindig olyan munkatársak ragadtak hozzám, vagy hívtam őket, és maradtak meg mellettem, akik soha nem kérdezték, hogy ezért tudok-e fizetni, vagy nem, hogy belefér-e ez a munka a napi 8 órájukba, és nagyon sok mindent csináltunk. Hát talán azért egyet mégis megemlétek, amikor a volt Kilián György gimnáziumban, ma Németh László 8 osztályos gimnáziumban, néhány kollégámmal együtt elhatároztuk, hogy megcsináljuk a
az ország első új 8-osztályos gimnáziumát, akkor ez magától értetődő volt, hogy az a körülbelül 10 kolléga, akivel elkezdtük ezt a munkát, ezért nem kér semmit, hogy szombaton, vasárnap jövünk össze, hogyha a hétköznap zsúfoltsága ezt nem teszi lehetővé. Bizony volt olyan, hogy a lakásomon a férjem hozta a szendvicseket meg a kávékat, nem néztük, hogy ez mibe kerül, ami volt, azt adtunk, és órákon keresztül tudtunk vitatkozni egy-egy olyan szakmai kérdésről, ami aztán elvezetett oda, hogy egyetértéssel jutottunk, és az került be a programba. Tehát nekem ez így egy ilyen munkastílusommal alakult, az államtitkárságot is így vezettem 4 éven keresztül, hogy a törvényalkotásban nagy csapatot hívtam mindig össze, és bizony néha éjfélig ott is volt szombati, vasárnapi munka, nem egy, de soha nem parancsszóra, hanem megértéssel és sokszor önkéntesen, és egy olyan törvényt és olyan jogszabály együttes tudtunk megalkotni a 4 év alatt, amely bírta azoknak a munkatársaknak a támogatását, egyetértését, akik ebben benne voltak. Most a munkatársaimnak a túlnyomó többsége pedagógus múlttal rendelkezett, tehát ez a fajta gyerekszemlélet vagy értékrend, ez nemhogy nem volt tőlük idegen, hanem a sajátjuké volt. Mi több igazgatási gyakorlattal is rendelkeztek. Volt közöttük jogász is, volt közgazdász, és nekem az volt a legnagyobb öröm, amikor mondjuk a jogász kolléga is megnyilvánult egy-egy pedagógiai kérdésről, vagy fordítva, és azért hiszem, hogy ez időtálló és erős, mert ugyanezt tapasztaltam szerte az országban, ahová jártam különböző fórumokra, beszélgetésekre, hogy a pedagógus kollégák elfogadták és megértették ezt az egész új szemléletet, amelyet a köznevelés megújításával jellemzünk. Hozzáteszem, hogy persze voltak, vannak és lesznek, akik kézzel lábbal tiltakoztak és tiltakoznak ellene, de ez már egy másik történet. Úgy érzem, hogy minden új törvény, pláne hogyha a törvény alatt sok egyéb altörvény is meghúzódik, egészséges polémiát illene, hogy kiváltson. Ami ettől eltér, az inkább a szubjektív értékrendhez, vagy éppen nem értékrendhez kötődik, nyilván a kezelésük más és más. Engedje meg, hogy egy kicsit visszatérjek, egy másfajta szubjektív dologra, kedves dolog volt, hogy említette, hogy a férje is hogyan segített be, azért az önök házassága, ami önmagában évszámait nézve is példaértékű. Ezt ne forszírozzuk, egy francia, jó? Egy francia, orosz, egy olasz, orosz szakos ember, akik tanítanak is, nyilván, hogy megtudják ezt az egész trendet olyan értelmesen és olyan szinten átvilágítani egymás előtt is, hogy ki mit ért súlypontozott kérdésnek. Jól esett egyébként hallani ezt a kitételt, de a szakmai rész, amit ön most elmondott, hozzátartozik néhány nagyon fontos kifejezés az oktatáson belül. Egyrészt az autonóm döntés, autonóm cselekedet, szabad akarat, hogy a külső kényszerítés nélkül aktívan végezze önkéntes munkát. Ez nyilván megint tapasztalatból adódik, ami a köznevelés, vagy ahogy önök írják, közösségi szolgálat minőségéhez kötődik. Még egy plusz kérdést teszek fel. Említette, hogy a középiskolákban legyen kötelező Arany János. Sokszor elgondolkodik az ember, hogy vajon mennyi magyar költő, nem csak az elcsatolt területek magyar költője, hanem elcsatoltak az ott is működő magyar írók, erkölcsi üzenetei, mennyire kimaradnak a tankönyvből, művestől úgy, ahogy együtt. És akkor itt vagyunk annál az értéknél, hogy nemzettudat. Önök erre is nagyon hangsúlyt fejtettek, amit én külön tisztelettel köszönök. Megint nagyon sok mindent megfogalmazott, és van 5 percünk. Az első, amire reagálni szeretnék, az a szabad akarat. Mert ez például egy ékes bizonyíték annak, hogy természetesen a köznevelési törvény, meg az egyik jogszabályok nemzeti alaptanterv nem deklarálja nyilvánvalóan szavakkal, hogy keresztény értékrenden alapul, de az egész gondolatvilága mégiscsak ezen alapul, hiszen a szabad akarat az a kereszténységnek egyik jellemzője. Ugye a Jóisten
az embert szabadnak teremtette, és nekünk szabadon kell az életünk minden pillanatában meghozni a döntéseinket. Ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, ahhoz viszont tudnunk kell, hogy mi a jó, meg mi a rossz, tehát nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Ezért én badarságnak tartom azt, hogy majd a 4 éves, vagy a 6 éves, vagy akár még a 10 éves gyerek majd eldönti, hogy mi neki a jó. Persze meg kell hallgatni, és figyelni kell rá, terelgetni kell, de amíg nincs elég tudása a világról, nincs elég ismerete az emberekről, a társadalomról, a környezetről, addig nagyon kétséges, hogy jó döntést tud-e hozni. Ezt a célt szolgálja a nevelés, hogy terelgessük a jó irányába. És akkor lesz a társadalom is egészségesebb, boldogabb, erkölcsösebb, hogyha nagyon sok olyan ember lesz, aki tisztában van az erkölcsi jóval, meg a rosszal, és ennek tudatában úgy hoz szabadon döntéseket, hogy ez nem csak neki jó, nem csak neki előnyös, hanem a közösségeinek is, a családjának, a hazájának, nemzetének. Ezt szolgálja a közösségi munka például, ami rá vezeti arra a gyerekeket, hogy jót tenni jó, és ez nagyon sikeres kezdeményezés is volt. Amikor autonómiáról beszélünk, mindig szoktam én is mondani a hallgatóimnak, hogy bármilyen metanyelven kifejezett fogalomról beszélünk, akkor próbáljuk tisztázni, hogy mindenki ugyanazt érti alatta, mert ez azért meglehetősen széles skála ez az autonómia, és más a politikában, más az oktatásban, más egy szakmai területen. De a döntést nem tudjuk kikerülni ebben. Én úgy tanultam Descartes mestertől, hogy ez egyetlen dolog a szabad akarat, hogy meghozzuk a döntést. Innentől kezdve már korlátok vannak, hogy ez megvalósul, hogyan valósul meg. Ilyenkor hogy tudunk helytállni? Önnek számos ilyen területen kellett helytállnia. Hát nagyon sok szituáció adódik az életben, az életünk szituációk sorozatán keresztül megy végig. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy mindig sikerül jól helytállni. Tehát lehet még meghozni szabadon egy jó döntést, és aztán az élet valahogy más irányba terel, ennek is gazdag irodalma van. Gondoljunk az 5. pecsétre, amely pont ezt taglalja, hogy micsoda tragikus helyzeteket eredményez ez, amikor valami miatt képtelenek vagyunk mégis aszerint cselekedni, mint ahogy elhatároztuk. Hát ahogy említettem, hogy az ember sincs soha kész, amíg él és lélegzik, fejlődik és alakul, így az életünk is olyan, hogy nincsenek sémák, és ilyen mechanikusan nem is működik. Az fontos, hogy mi az, ami dominánssá válik az életünkben, mi az, amihez igazodunk, és hogy érzünk-e valami belső negatív bizsergést, amit lelkiismeret furdalásnak nevezhetünk, hogyha nem úgy cselekszünk, mint ahogy tudjuk, hogy kellene cselekednünk. Ez is egy keresztényi gondolat, amely az állandó új ember megalkotására buzdít bennünket, az állandó önvizsgálatra, és arra, hogy haladjuk túl a tegnapi botlásainkat, vétkeinket, és törekedjünk arra, hogy jót cselekedjünk. Miközben tudjuk, hogy hát bizony azért elég sokszor elbotlunk, ez mindenkivel előfordul, akivel nem fordul elő, az szenté válik előbb-utóbb. Én nem fogok szenté válni, az biztos, de igyekeztem nem hibázni, nem vétkezni, és ha ilyen előfordult, akkor azt valahogyan kijavítani. Kedves nézőink, szeretném ajánlani önöknek, nem csak felmutatóan, Hoffmann Rózsa napokban megjelent könyvét, Mérföldkők után mit miért, a köznevelés megújítása 2010 és 14 között. De ajánlanék benne, természetesen minden oldalon a mondani valót, egy nagyon személyes elköszönést. Magyarázkodás és magyarázás nélküli, célzattal beleírt nagyon szép levelet, az államtitkári elköszönés, mint összefoglaló. Az az ember ad egy portrét itt önmagáról, aki megküzdötte az említett emocionalitásokat, bele tudta vinni legtöbb döntésben, a csoport által is elfogadott döntésekben ezt a fajta érzésvilágot, ami a pedagógus pályának alapvető kritériuma, mozgatórugója, természetesen az alkotó tudással szinkronban. Én köszönöm ennek külön ezt a nagyon szép fejezetet, amit egy vidéki kis otthonba visszavonulva, ahogy említette, nagy lélegzetet vett, leült és leírta. Személyes
tulajdonképpen vallomás közzététel, egy olyan megküzdéssel, ami a jövő feladatait is felvállalja. Nagyon tisztelettel köszönöm, hogy elvállalta ezt a beszélgetést itt, és az az ember nyilatkozott meg, akit olykor a hivatalos sajtó nehezen tud megmutatni. Remélem, hogy a képernyőn átsüt ennek a beszélgetésnek egy másfajta minősége, ami szintén Hoffmann Rózsa államtitkár asszony 4 éven keresztül ezt a funkciót, feladatot betöltvén most országgyűlési képviselőként és az oktatásért felelős, ebben a tekintetben oktatásfelelős feladatot lát el. Az oktatás egyébként elsősorban nevelés, kérem. Pedagógus, nagybetűvel. A beszélgetésünk keretéhez hozzá szeretném tenni. Én még nem láttam olyan törvényt, amely a meghozata pillanatában hatott. Különösen, amely neveléssel függ össze. Ez generációs kérdés is, pláne nem 4 év. Áldott szép adventet kívánok! Én is szeretném megköszönni a lehetőséget, és azért ne feledkezzünk meg arról, hogyha jól számolom, akkor 6 nap múlva ismét megünnepeljük azt, hogy világra jött több mint 2000 évvel ezelőtt az a kisded, akinek köszönhetjük, hogy itt a Földön nem veszítjük el a reményt akkor sem, hogyha reménytelennek látszik sok minden, és már mifelé törekednünk. Igen. Mindenkinek áldott szép karácsonyt kívánok. Köszönöm én is. Szépen.